Sziasztok! Szóval majd nagyon izgalmas játékra invitállak titeket a hála energiájából. És nem csak sima játékra, hanem tényleg azt szeretném, hogy akár lehetne egy kis verseny is, vagy egy kis kihívás. Szóval a mai játék az az, hogy amikor kinyitod a szemed, akkor nézd rá bármire, akár a lakásodba, a szobádba, a testedre, a napfelkeltére, és fogj egy papírt, egy tollat, egy ceruzát, vagy bármit, vagy a telefonodat, és kezd el felírni, hogy miért lehetsz most hálás. És lehet, hogy most nem vagy a tengerparton, mint én hihetetlenül hálás vagyok a hullámoknak, az óceánnak. Most nagyon hálás vagyok a szellőnek, hiszen borzasztó meleg van. Nagyon hálás vagyok a lábamnak, hogy kihozott és itt sétál velem. Nagyon hálás vagyok a telefonomnak, hogy létre tudom hozni veletek ezt a kapcsolódást. Hálás vagyok, hogy nem volt internetem, hiszen nem nagyon tudtam dolgozni. Hálás vagyok a homoknak, hálás vagyok a földnek, hálás vagyok a gyerekeknek, hogy itt nyüzsögnek mögöttem. Hálás vagyok a napnak, hogy süt, hálás vagyok a szememnek, hogy látok. Szóval kérlek szépen, a mai nap, még akár az is lehet, hogy több ezer dolgot össze tudsz írni, hogy miért lehet hálás. És hogyha éppen mondjuk mész dolgozni, és nincs annyira jó kedved, vagy dugó van, akkor hogyan lehetsz hálás a dugóért? Hogyan lehetsz hálás a munkahelyedért? Hálás vagyok, hogy van munkám. Hálás vagyok, hogy dolgozhatok. Hálás vagyok a munkatársaimért. Hálás vagyok, hogy pénzt kapok. Hálás vagyok bármiért. Szóval mindennél nézd meg, hogy miért lehetsz hálás. Én például, amikor vezetek és dugóban állok, akkor felszoktam nézni az égre, és hálás vagyok, hogy nem kell vezetnem akkor abban a pillanatban, és láthatom az eget, vagy a felhőket, vagy az esőcseppeket, és jelen lehetek. Szóval miért lehetsz hálás? És a kihívás és a játék lényege az az, hogy minél több dolgot összeírsz, és leírod ide a csoportba, hogy hány dologért voltál hálás, akár azt is megteheted, hogy az egész listát begépeled, leírod. Mert amikor leírsz valamit, azzal konkretizálod a dolgokat, konkretizálod az energiákat. Szóval ez a kihívás, ez nem csak akkor fog rengeteget teremteni, hiszen aki a legtöbb dologért volt hálás ma, és le is írta, és beírtátok a csoportba, hogy hány dologért voltál hálás, az kap tőlem egy ajándékot, kap tőlem valamit, egy facilitálást, és mi van, hogyha nem csak azért csinálod, hogy kapjál érte valamit, mert mi van, hogyha már azáltal, hogy ekként létezel egy egész napon keresztül, mondjuk 18 órán keresztül, reggeltől, amikor kinyitod a szemedet, egészen estig, amikor benne vagy ebben a térben, ebben az energiában, mi van, hogyha ez az a teremtő energia, ami létrehozza az életedet, és átteszi a fókuszodat egy teljesen más energiamezőbe, abba a kvantum térbe, amiből teremtesz, és ahol a fókuszod van, abból kapsz egyre többet. Szóval mi van, hogyha mindenki, aki játszik velem ebben a különleges kihívásban, a győztese lesz ennek a kihívásnak. Szóval varázsolsz-e velem, játszol-e velem, nagyon kíváncsi vagyok, ki hány dologért tud hálás lenni egy nap. Ez tényleg egy varázslatos játék, és kíváncsi vagyok, hogy mit teremt az univerzumodban, mit teremt az életedben, hogyan lehetünk ennyire szerencsések, és mi az a varázslat, mi az a teremtő ereje a hálának, amiként ezáltal létezhetünk. Úgyhogy ez a meghívásom, hogy hogyan teremthetsz a hála teréből és a hála erejével. Úgyhogy csodás napot nektek, hívásra fel, hajrá, hajrá, és írjatok a csoportba, osszátok meg velem és mindenki mással, hogy mennyi ajándékban volt részetek az univerzum által, önmagatok által, mások által, és milyen varázslat lehet ebből a térből ma. Csodálatos napot! Sziasztok!